Itt vagyunk a Kecskeméti régi úszoda épülete előtt, amely 2011-ben bezárt, ám 2017 júniusában a helyére egy új, multifunkcionális csarnok épül. A megnyitó előtt egy hivatalos sajtóbejárásra kerül sor, amelyre a kesport.hu stábja is hivatalos volt. A Kecskeméti városi úszoda 1968-ban épült, és eredetileg csak sportcélokat használt. A létesítményben a 2000-es évek végén 1700 néző előtt még a magyar férfi vízilabda válogatott is játszott mérkőzést, majd az úszoda 2011-ben zárta be végleg kapuit. 6 évvel később, 2017 júniusában a tervek szerint már egy új, multifunkcionális csarnok kerül átadásra a városi úszoda épületében. A beruházás a Mercedes-Benz gyár kosárlabda akadémia és az önkormányzat közös finanszírozásában valósul meg. A részletekről az akadémia vezetőjét, Béres Tímát kérdeztük. Elég nagy a sportolási felület, itt 2000 négyzetméter van csak a küzdőtér pályáival borítva, úgyhogy három pályán, bármilyen sportágban nagyon sok gyereknek utánpótlás centrumot igyekszünk építeni, és azt gondolom, hogy még az oktatási intézmények a mindennapos testnevelési programjukban is ki tudják használni, és jobb körülményeket tudnak biztosítani a gyerekeknek. Ugyan még van előttünk bőven munka, még a második ütem befejezésénél tartunk, még hátra van az igazi látványos része, de úgy gondoltuk, hogy már azért meg tudjuk mutatni, hogy milyen tervek fognak itt kialakulni. Ugye a hely nevéből adódik a kérdés, hogy más sportága képviselői előtt nyitva áll-e a multifunkcionális sportcsarnok. Ezzel kapcsolatban mit tudnál mondani? Természetesen minden sportágnak nyitva áll ez a kapu, hiszen itt van város szívében, ahogy mondtam, nem csak a sportolóknak, az oktatási intézményeknek is, hiszen a híres sporton belül a kosárlabda akadémián említettem, hogy 600 gyerek, de a sportiskolában még 1000 gyermek sportol, úgyhogy van befogadó képesség bőven, és ezzel mindenki élhet. Az ki kell emelni azonban, hogy ugye a kosárlabda akadémia sportfejlesztési programjában valósul meg ez az épület felújítás, így nyilván elsőbséget azért a kosárlabdázó gyermekek fognak élvezni. A sülyeztett centerpálya mellett 2 sportpálya, 6 öltöző és 8 iroda lesz része a komplexumnak, amelyben egyszerre akár 150 gyerek is sportolhat. A fogadó épülete pont a Mercedes-Benz kosárlabda akadémia ennek a városkapunak. Mögötte ugye az atlétika centrum is most már befejeződnek a kiviteli tervei, úgyhogy annak is el tud indulni a felújítása, és a focistáink is olyan ügyesek, az akadémisták, hogy, és olyan támogatottságuk van, hogy ők is az utánpótlás területén egy igazi regionális futballközpontot tudnak építeni új pályákkal, új létesítményekkel, öltözők felújításával, úgyhogy a stadionunk is ilyen módon meg fog újulni.